Ott fától pont nem látszik, most talán látszik. Tudjuk a Deák térnél. Hát igen, mi nem nagyon szoktunk ennyire bejönni a városba. Nekünk nagyon jó tért és környéke, és inkább kifelé a zöld részekre, meg a játszóterekre szeretünk menni. Úgyhogy ritkán jövünk be a városba. De ha bejövünk, akkor viszont amiket szoktunk és szeretünk, azokat itt szeretjük letudni. Szóval irány az Ázsia Center. És hát ugye besegítünk anyusinak természetesen, aki egy hónap múlva jön. Nincs már egy Már hét? nincs egy hónap. Igen, 3 hét körülbelül. Jó, hát nektek úgyis, amire megvágom ezt a videót, szerintem még plusz 2-3 hét. Na ide, majd igyekszem megvágni ezeket a vlogokat is. Hát kezdjétek el, hogy tegnap került ki a december 20-án felvett Ázsia Center. Ázsia nem megy előttünk. Igen, eltűnik most már, hát nem baj. Meleg van itt a tavasz. Na, mindegy. Tegnap vágtam meg a december 20-án felvett Ázsia Centeres videómat. Akkor a gyerekek nem voltak ott, azért mondom, hogy a videómat, mert csak én mi ketten voltunk a Lacival, és ugye hát én beszéltem. Szóval nem akartam egyébként veszni, hagyni azt a videót sem, hiszen azért elég sokat kameráztam nektek, megmutattam az árakat, megmondtam, hogy érdemes, hogy nem érdemes, hogy miért érdemes eljönni az Ázsia Centerbe. Szóval nem akartam veszni hagyni, viszont már nem fér bele a Vlogmas sorozatomba. Tehát ott is már annyira elcsúsztam a végére, hogy már nem volt időm, hogy még azt is megvegyem, és még azt is feltegyem, de viszont nem akartam veszni hagyni, úgyhogy azt tegnap kitettem nektek. Tegnap vasárnap, és akkor most majd, hát nem közvetlenül következő videó lesz nyilván az Ázsia Centeres, mert megint, tehát most úgy néz ki, hogy megint oda mennénk, szóval oda járnánk állandóan, pedig dehogy egy évben körülbelül kétszer vagy háromszor szoktunk jönni, tehát általában karácsony előtt jövünk, és húsvét előtt szoktunk jönni, megnézzük nekik a kis meglepetéseket. Most viszont én miattam jövünk főleg, hogy megnézzük, hogy milyen ilyen egészséges élelmiszerek vannak ott. A vlogom az tök jó volt ilyen szempontból, hogy tudtam nézni, hogy a sorok között, amikor felvettem, a Magdikának vettünk, ugye cukorbetegség kapujában, vagy hát már talán az is. Szóval, hogy neki vettünk ugye karácsonyra ajándékot, ilyen zabrudit, meg cukormentes kekszet, meg nem is tudom, miket vettünk. Szóval neki nézegettünk akkor, és így tök jó volt a vlogomban látni, hogy akkor most én is tudok ilyesmiket ott találni. Elég sok nagy mennyiségű ilyen termék volt. Az árakat fogja majd a Laci nézegetni, van neki egy applikációja, mi is ez? Shopee. 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 Szóval ott nézegeti, hogyha megyünk Ecofamily-be, vagy Müller-be, vagy akár az Auchan-ba, valami le van árazva, akkor ő azt szokta csinálni, hogy megnézi ezen az alkalmazáson, hogy ez valóban jó ár-e, vagy csak mit tudom én, el van ragasztva valami kamu, ugye leárazás, ahogy szokott lenni. Most mutatom a hősök terét nektek. No, megint tök jó piros lámpát kaptunk pont, úgyhogy tudom mutatni a hősök terét. Jó, nézd csak, Lisa, mi van ott? Oda néz. Lőlégballon. Nem jutott eszembe, vártam, hogy mondjad, hogy mi az. Sose tudom, hogy mi az a nagy lufi. Ez a hőlégballon. És mi az? Ja, van a léghajó, abban keverem a léghajó, az ilyen laposkás, és úgy megy, nem halad. De vagány, ott egy hőlégballon. Látod, Lisa? Majd biztos elmegyünk ott mellette. Itt kicsit rámegyünk, csak akkor nagyon fogtuk Itt a város remegni. négyedben gondolom, hogy ilyen Jaj, de szép. fix. Vala reflektorral ott, na majd megnézzük közelebbről is. Csak ilyenkor nagyon libegtek. Városligeti tó az elég itt. Ott is. El van fogyva. Jaj, de szépek az árvácskák. Volt a Hunyadvára. De gyönyörűek az árvácskák itt végig. Jobbra-balra, csodaszépek. Ilyenkor olyan szép a természet. Liza, az micsoda, az a sárga? Azok a bokrok ott. Ott is van egy csomó, azok micsodák? Nagyon okos vagy. Szóval nem aranyeső. De ezt mindig elmondom, szerintem nektek tavasszal. Az aranyeső az az, ami nekünk ott van a kint. Kint a kapu mellett. Ott van a hőlégballon. Mekkora? Ugye Liza látott? Szóval vagy elmutatom, hogy amit a néphagyomány, meg a szájhagyomány, meg minden itt,
arany esőnek mondod az arany vesző konkrétan, és ami nekünk van, azok a fürtöse, ott is van egy arany vesző, fürtös, olyasmi, mint a lila akász, meg a fehér akász, olyasmi, az arany eső. Megmutatom, úgyis meg fogom mutatni. Na, ide értünk az első centerhez, és az első utunk az most egy nagyon-nagyon szűkös boltba vezet. Nem nagyon szeretjük ezt a boltot. Tehát, hogyha ebben a boltba jövünk általában először, akkor én idegrohamot kapok, és nem is akarok tovább menni, mert megmutatjuk. Annyira kicsik, hogy itt a sorok majd. Tehát itt a... Ez hogy hívják ezt a részt? China Mart. Nak, itt hátul, a hátsó bejáratánál lesz egy hát mondhatni a legolcsóbb üzletecske itt, az Ázsia Centernél. Jó, megálltunk, aztán mondom tovább. Na szóval itt a hátra, hátsó részről támadunk. Jó, fel vagyunk. Hopp, és akkor itt megyünk szépen végig oda be, jó? Arra felé, Liza. És akkor majd mutatjuk ezt a nagyon picike bolt, nagyon sűrű, tele van áruval. Viszont itt lesznek a legjobb árak, vagy itt vannak a legjobb árak itt az Ázsia centeres régióban. Na és itt bejöttünk. Rögtön el balra, és olyan rizs szag van itt. Szóval bejárat, rögtön balra, és ez itt. Ugye próbálok valami boldi 21. És itt. Na, hozzatok egy kosarat. Szóval ez itt. Hozom én, vagy hozott egy fény? Hozunk mi. Liza hozza az enyémet, meg te külön. Külön utakon megyünk, jó, Liza? Na, oké. Na, már telik a kis kosarinte, amit itt kiszültem. Magyarul vagy a Snickers. Ezeket csak itt a húsvéti csokikat. Jó. Meg mindenféle, csak nagyon, tényleg annyira szűkös a hely. Vannak oreók. Mindjárt megkeressük a cukormentes sort is. Hát, talán az egyetlen sor, ahol nem volt senki, az itt az üdítős résznek, de ez már megint az van, hogy nem férünk el itt a sorok között, szóval... Vannak a növényedek, de inkább átmegyünk szerintem a nagyobb részbe, mert ez itt mindig kedvemet szegi. Tudom, minden itt földön, itt is van light ketchup, de itt csak mínusz 30-as, és ott mínusz 50-es. Majonéz. Na, mondjuk ezeket nem vettünk. Csak a szószok esetleg. A csirke ételekhez, igen, a citvetést. Na, mi kijöttünk abból a borzalomboltból. Cirmi, citás, és körbejöttünk itt, és ágynemű boltban nézünk körbe, és mennyire cuki ez a tacsis ágynemű húzat. Nagyon éri. Ott is olyan is van, ott is van tacsis. Megyünk a másik egységbe, itt is van valami cicás, egy cica meg kutya. Aha, itt is van, nézd csak, de aranyos. Nagyon cukik. Ó, viaszos vászonterítők. Citromos, de jó. Ó, de jó ez a citromos. Ez is, de jó ez a... Ó, de jó ez a mafinos. Az is szép, igen. Ez is gyönyörű. De ez a citromos ajánlnak, ez a kedvenc a citromos. Citromos. Igen, szerettem nyáron a citromosat. Hát ez csúcs.
Ez is milyen szép ez a levendulás. Van ilyen, mint a parafatábla olyan lenne. De jók. Ezek milyen szépek itt. A citromos nagyon tetszik. Na, még apa még mindig nem végzett. Annyira szűkök a sorok, hogy egy ember sem fér be. Na, hova lett apa? Gyere, baba! No, megérkeztünk, feljöttünk a lifttel a kedvenc részünkre végre. Ó, bounty is csoki. Vagy csoki kex? Humus chips. Tényleg rendőr. De vagány. És ez már nagyobb, mint ami volt a kikkes. Sokkal az olyan szerintem. Na, megjöttünk a kedvenc helyünkre. Visszaveszel egy nagyobb kosarat szerintem. Itt is van brown rice chips. Rizs chips. Megpróbáljuk ezt rá. Ezt megpróbáljuk. És ez milyen? Pesztós. Hol a humuszos? Az előbb láttam humuszost a másik boltban, azt keresem. De ez így van. És na, mindjárt bemegyünk. És itt röfi-ropi. Csípős röfi. Pörc. Na és itt megkeresem az én részemet. Addig a többiek úgyis nézegetik szerintem. Milyen kevés van most? Ez így nagyon le van. Rabolásza. Na ez nagyon finom. Ezt szeretem. Jó, ezt beteheted. Ez a másik kedvencem. Ez is jöhet. Szupi. No, és akkor majd itt mindjárt. Ez olyan, mint az Oreo. Mindjárt akkor itt körbenézek, hogy mi az, ami nekem alkalmas lehet. Nem csak gluténmentes, hanem cukormentes is. Legyen az a lényeg. Ez például nem jó. Na. Laci segít nekem itt megnézegetni a dolgokat. De csak most én tök kevés van. Úgyhogy itt volt valami Starbucks-os. Aha, még mindig csak a salted caramel-es van, még mindig üres a sor. Pedig decemberben voltunk. És már március van. Citalált vérnarancsos rumkókuszt. Aliza, mit is választottál? Egy pörkölt magyarót. Azt választotta. Mogy itt. Nagyon ügyes vagy. Akkor te most nem kérsz csokit? Ezt szeretnéd? Vannak itt még. Na, megint a salted caramel. Hát ezt nem hiszem el, mindig abban nyúlok bele. Ilyet? Oké. Okay. Ez valami kekszes. Képzeld el, egy olyan csoki, amiben van perec, nem keksz, perec, bocsánat, perecs csoki. Jó, egyet, oké. Oké. Nézd csak, milyen picike nutellák vannak itt. Baby, nem veszünk, csak nagyon cukik. Van Milkás. Milkás magyarókrémet hozzunk egyet nekik. Nézd csak, milyen... Nincsen. Nézd még, milyen érdekes az M&M's-es. Ezt vett ki, Liza, ezt. Ki tudod venni? Nem, várj, inkább ne. Vettünk ilyen unikornisos rollokat. De abban van egyébként sima, ilyen magyarós. Csokis ott hátul. Jó, no.
Megyünk tovább, jó? Hát szerintem itt végeztünk a ételrészen. Megyünk át a tisztítószerekhez. Meg itt van egy ilyen a fenti kalendárium. Hosszasz neki, ha valamit látsz. Én nem nagyon néztem ezeket a csokikat most úgy őszintén. Ha valamit láttak, akkor hozzatok. Ilyen Dino Edition. Hozzál neki. Ha pont ilyet kihetően. Tényleg. Cukorkát. Megint van egy darab. Te hoztuk decemberben, úgyhogy majd jövő decemberben elkezdtem. Kokkolino, igen. Ó, barbis. Veszünk egy ilyen barbisat. Jó? Jó. Autó. Na, nyáron estek keltek. Ó, de jók ezek. Raktapasz. Ez nyárra szerintem elkél. Na, hol van a vulkán? Elfogyott a vulkános ilyen. Nincsen fürdőbomba vulkános. Eltűnt. Elvitték. Nem vagyok kiszerzésű habfürdő, de én egyébként a sokakot nem szeretek. Habfürdő? Igen. Nem, mert azért ők szeretik a habot is. Mindig ezt a Kokkolinók. Na, nézzük az Arielt. $3,790, 2,4 millis. Elfeledtél, babám? Majd megyünk, mindjárt elszünk, jó? És akkor picit pihenhetsz. Kék Lenor van. Vegyünk egy kék Lenort, jó? Hát annak van a legintenzívebb illata. Imádom, hogyha... De én kék Lenort szeretnék. Akkor egy kéket, annak van a legintenzívebb illata állítólag. Van nagy kiszerelés, és még akkor is. Hát a nagyot. És hogy megjegyzik el, nagyon szeretem, hogyha finom, friss élete van a ruhátnak. Ugye most már ők nem babák, úgyhogy nem kell szenzitív öblítő, senki de semmire nem allergiás. Azt! Hát az jó fej vagy. Hogyha tényleg beválik, és tényleg finom, akkor... Ó, van hozzá illatgyöngy. Ilyen, a szedbe az nagyon jó. De azt mindent így ítunk, úgyis. Jó az, a sima. Nem? Igen, ezek még jobban betúrósodnak a sűrűt. Igen, és elromlik tőle a mosógépünk. És ezt nem szeretnénk. A mosogatógép tabletta, azt tudjuk, hogy az akcióban olcsóbb szokott ugye lenne a Tesco-ban. Domestos-t. Ez 7-20 ér vettük, vagy 7-50 ér a... 7-59. Eurofamily-ból, Nyakrofamily-ból. Multipurpose. És az tökéletes, jó. Az én kis kedvencem.
Chief, melyik az? Mondom ezt az os is. Én nem látom most ezt a tiffet. Na nézzük a húsvéti dolgokat. Ez 1790 az óriási. Ami adhenti naptárszerű, ez a Toblerone szerint. Ja, igen. Igen. Itt vannak a kalendáriumok. A házikó? Király van rajta. De jó. Vegyünk a Dudinak egy ilyen királyost. Vehetünk neki egy királyost. Mikulás. Eddig jó ez. 4:20. Még jó. Köszönöm neki, jó? Ügyes vagy, tehát ennek egy királyos. Keresgélni és nézegetem már, hogy miket lehet majd. E fel a te baba? Ez vissza azt picit? A másik ezeddel szedd le, és te meg a nyuszik és a karácsonyiak egymás mellett. Hát szerintem itt most végeztünk, megyünk át egy másik boltba. Meg elfáradt a Liza, már az az igazság, úgyhogy szerintem lassan megyünk enni is. 100 forint a húsvét hitosa. Na nézzük. Már majdnem feladtam, de itt protein szeleteket lehetem. Hol van? Igen, még megnézzük majd a rizseket, meg a tésztákat, a durum, meg ilyesmiket. Ó, ott vannak az apkássák is. Ó, hát akkor itt az én világom. Hozz egy másik. Na jó, anya van, akkor válogatunk. Te is ehetsz ilyen zappenyheket, csak neked miért tudunk elfonyásat? Miért szilvásat? Ezt már kóstoltad, ez biztos finom. Nézd csak, milyen cuki ez. Ott van baglyos. Sárga gyümölcsös, az csak nektek ne legyen édes. Ez jó lesz. Ez jó. Cuki? Jó, van csoki is, meg van ilyen baglyos. Ezt a kettőt mit szólsz? Neked persze. Te szeretted, te ettél velem ilyen zapkását. Hát csak nem látom, hogy cukormentes lenne, az a baj. Szóval itt a pénztárnál vannak ezek a finomságok. Tövesserülünk. Gyere! Apa lement az autóba, leviszi a szatyrokat, ott megy. Na nézd csak, milyen jó kis süti készítők. Ú, de jó! Ó, hozzád unikorn és a sathat persze. De jó! Na majd csinálunk kekszeket, jó? Fogjad őket. Nézd csak, van cicás. Cicás? Van. Mókuskás, meg mindenféle eltos. Van ilyen születésnapos. Ez nagyon jó a születésnapos is. Ilyet is hozunk. Jaj, cukikám! Mondtam, hogy hozni kéne egy kosarat, babám. Na majd az oviba, hogyha szülinap lesz. Majd aranyosság a kutyusosok is. Keressünk szerintem valami kosarat. Jó? Hiszem, hogy a nyuszika gyere elő. Keressük a nyuszis ilyen fondant. Kiszúrót. Vagy formázót. Egyelőre még nem találjuk. Tojásos. Hol vagy nyuszika? Hol vagy nyuszika? Ott. Ez mi?
Ez nyuszi szerintem. Megvan a nyuszi! Ott a nyuszi! Nosz-nosz! És ezt majd tudjuk használni gyurmázáshoz is, nem ám csak... Csak így a... Majd az olyba, hogyha csinálunk muffint, ugye majd. Á, itt is egy nyuszi. Milyen nyuszi? Csoki nyuszi készített? Motika? Nem látom pont. Szemű, hát ez creepy nyuszi. Nem tetszik a creepy nyuszi. Nem találtunk nyuszikát, szerintem az cuki. Nusz-nuszkát, mert tudunk csinálni a kis muffinokra nyuszikat. Különböző színes nyuszikat. Ó, de picikék, de édi. Ezt kéne vennünk, mert ez eltűnt. Ezt viszont viszünk egy ilyen szaggatót, ugye ez eltűnt. Hát a linzer kiszúró. Vigyünk egy ilyen készletet. Amik szintén eltűntek, igen. A tavalyi összes húsvéti rész eltűnt. Oh yeah! Na, ilyeneket is szeretnék venni. Ilyen kis ilyet például. Ezek szépek. Világos kék a szebb. Jó, ezt, figyeld. Szupi, ilyen szépeket vegyünk, jó? Ezt is, egy ilyen... Jó, ezt ebből is a kék. Ilyen kis húsvétra, ilyen kis minikuglófokat. Na, nem tudom, félkézzel leszedni. Készítünk ilyen minikuglófot. Segítsél, Lizám, kérlek. Jó, vigyed azt, ezt. Úgy, jó, egy pirosat, meg egy kéket ebből viszünk, jó? Na, megvan a húsvéti kis kuglóf formánk. Szerintem miért csinálunk majd az oviba? Igen, a kuglóf formánk is elég rosszul van, ja. Ez is milyen szép, ez gyönyörű. Ó, de gyönyörű. Nem takarítva fog. Egy ilyet vegyünk. Egy ilyen margarétát. Leveszed az egyen lentebbit? Oké, és... Van például egy figyelcsipesz. Jó, mindegyik. Mindegyiken van figyelcsipesz. Ez mi? Ó, olyan. Állatkák. Na, azok nagyon jók. És mindig ilyen kis kedvesség az iskolában Alexnek. Ez egy gyertyöntők. Mindig ilyen kis kedveskedünk valami kis finomsággal ilyen ünnepekre. Szeretek ilyen... Jaj, de cuki, nézd, mert Luffy forma. Luffy forma. De most a húsvétra. Ó, ott nézd csak oda. Nyuszika. Ezt? Igen. Jó. Ja, ezt a nyuszi tortát? Oké. Okay. És ott azok a kiszúrok, nincs a baj, valami húsvét is. Azt nézd csak meg ott. Azt. Ott. Ott. Azt. 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 A nyuszisat. Ott. Nem. Följebb. Följebb. Egyre följebb. Nem. Lejjebb. Jobbrább. Azt ad ide. Udi! Jaj! Hát ez nagyon cuki. Ez nagyon jó. Szupi. Csak megtaláljuk a húsvétikat, csak szétlenek formák. Jaj, ne. Nem mondod. Hát csak itt annyira nem szoktunk önteni. Ilyen kulcsosunk van. Ezek is dőlök, ezek a virágok. Lecukik. Itt is vannak ilyen érdekes. Ó, ez a rúzsa, de szép. Itt van a tojások. Ó, az melyik, az a dió süti? Aha, dió. Á, itt vannak anyu. Aha.
Látom már. Ez jó. És a mellette lévők is, jaj, de jók. Ilyenekből viszünk. És majd mikulás csokikat átalakítjuk húsvéti csokivá. Anya ilyen trükkös. Igen, a nagyon rossz minőségű, az nem olvad föl szépen. Vannak nyalók. Jaj, de szép ez is. Húsvét. Húsvétot keresünk. Hát ennyi. Ennyi szerintem itt. Ez nagyon cuki, kukacos evőeszközkészlet. Igen, az előbb mutattam, csak nem figyeltél. Mancsos. Még mindig itt a süti kellékesnél nézelődünk. Van itt mindenféle tálcák. Ilyen olyan... Jó, igen, a Petkóba vettünk tárolót, az ilyen kuszkusz, meg tudjátok, ilyen mindenféle. Majd megmutatom, hogy is ilyen üveg, szép kis átlátszó üveg, és fehér szívecske van rajta. Az ilyen bulgur, kuszkusz, meg mit tudom én, granola, meg ilyesmiknek, hogy ne zacskóból szerencsétlenek egyébként, egy cuki pici. Igen. Azt a Pepkóban találtunk tök jó áron. Na, lesz itt még valami nyusz is? Nem. Megnyugodtam. Megyünk enni most már, jó? Megyünk, éhes vagy? Oké. Na, Liza már ezt, mit választottál? Pedig a bácsi megpróbálta a tejfölös csirkét, egy csirke paprikás szerűt, éppen most lett kész. Azt is adott neki kóstolót. Megpróbálta a rántott húsit, de te mit választottál? Bolonyát. Hát persze, hogy a bolonyait, hát mi más? Tehát az ügyes kislány most csak a kap bolonyait. Mondom, tényleg ez a kedvenc, és ha tehetik, akkor mindig ezt választják. És te nem visszeheted a sajtot rajta, ugye? Oké. Nagyon jó étvágyat. Fincsi? Ugye adom a vizedet, majd itt van a vizecskéd is, tessék, a szkályos üvegben a vizecskéd. Hát nekem itt ezek a kínaiak nem mindig a... Sőt, sosem bizalomgeresztelek, úgyhogy ilyen mézes csirkét eszem. Rizsát természetesen, és akkor a talacinál van egy kis csípős. Kínai, ő bátor. Neki jó a gyomra, nekem annyira nem jó a gyomrom az ilyenekhez. Rize meg falatozik szépen valamit továbbra is. Nem tudom, valami méz helyett valami kis tejcukorban van ez, vagy nem tudom. Laci szerint kínai hamis mézben van. Forgatva a csirke, nem tudom, hogy én nem is eszem tovább. Egyébként sem diétás étel, de más nem találtam itt. Úgyhogy egy gombóc és egy kis rizs az addig, amíg hazaérünk, elég lesz nekem. Liza megeszegette, mit választott. Fincsi? Na, neked ízlik, ugye? Utolsó üzlethez értünk. Jövünk. Na, hozzá egy kosarat? Tessék. Ó! Jövünk még addig? Ha. Vegyük meg most. Találjuk ezeket sosem megfelelően. Inkább majd eljövünk. Na, hol van a tiéd? Nem tudom, de tudjanak, találtam. Dudinak veszünk egyet. Csak ne dobjat, kérlek. Hagyolj le, és tedd bele teljesen. Tudom, jó? Kékek. Full kék. Ó, oh, ne. Van egy piros szöpös.
De miért nincsen ilyen szép rózsaszínás? Ó, de gyönyörű azt. Jaj, de jók! Ez a szép. Van ilyen szivárványos. Nincsen olyan szép. Na jó. Van szonikos tojás. Pont egy te. Hát akkor itt egy lányos szonik. Na, nyuszikának. Akkor innen fogunk szerintem besegíteni. Óvatosan tegyél, de nincsen kék. Kékes kékek. Mindenféle van, de kék az pont. Rózsaszín. Nincsen, majd apa megkeresi. Egy kék szonikot Dudinak szeretnénk. Van itt mancsőrjáratos hotvérzás. Hotvérzás, tessék. Hát a mancsosat most szerintem... Nem. Ott van az a Bacardi rum, megnézed, mennyi ott alul a kezednél. Na, gyere vissza, Baliza felé. Egyre lejjebb. 7009 és 6009. Valdiba 5000 most. Akkor az Aldiba kell menni. Na, vegyél egy szónikot, egy kéket, mert nem győztem azt itt. Ó, ott aztak a cukormentesek a másik oldalon. Szónikot? Igen. Ó, mi csoda cuki, ez de édes. Kék alapon. De cuki, pónis. Menj előrébb itt a kosára. Póni tojás. Még mindig olyan érdekes dolgok vannak. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ilyen szonik van ilyen. A kék. Tehát kék alapon, hogy lenne. De sima kék, a normál standard szonikot szeretnénk. Persze, hogy van. Hát, én se találtam. Mini egeres bez. Ó, oh, cukorsokat kapunk itt. Nincs? Nem láttam, csak rózsaszín van, meg nem maradok a fájdalmas. Ránkozni még nem tudnak. Láttam, igen. Dörmi. Ez mi ez a malac? Annyiféle mindenség van itt, hogy tyuha. Igen. Mit malacot megnézted? Hát ez igen, ez érdekes. Itt is vannak romkorkuszok. Ez micsoda? Magyarós. Szimószálnak. Na, itt lesznek az ilyen érdekes dolgok majd. És... Mondjuk a cukormentesek. Mit csinálsz? Menetelsz? Kenceficék. Te ott pop. Na, jöjjünk át ide.
Meg egy kannabiszos nyalok, ami volt. Ebből rossz volt állítólag, Magdikának a lányai mondták, hogy is lettünk nekik karácsonyra. Mindenféle ilyen műzli szeret, meg zap szeret, meg ilyesmik. Jó, valami fitness, de ezek egyik sem, az a baj, hogy nem cukormentesek, úgyhogy nem vagyunk velük kisegítve. Na, itt már viszont van valami zéró. Talán találunk. Hú, tényleg a Lizának a ízés, az epres, meg a banános ilyen nutellát, azt nem találtuk meg. Nagy ilyet megpróbálok. Ilyen táskába berakós, hogyha egy SOS kellene. Na ez. Ó, ide néz. Ide néz Bounty anyának. Azt a anyának. Nézd ide. Na, ebből veszünk. Még egyet adok. 550 forint. És a másik az micsoda? Ez, jaj, ez volt egy karamán, nem már. Ez tök olyan volt, mint egy Bounty. Ez tetszik. Kókuszos kesudiókrém. Nézd csak, milyen aranyos. Nem is, azt hittem, hogy bambis lesz, de nem. Valami furcsa. Pedig azt hittem, hogy bambis. De nem bambis. Megnézzük, hogy van-e az a kóla. Jim Beam-es kóla. Na, úti fűmarkéj az jöhet. Na, itt akkor körbenézek. Itt egy érdekes, igen, lekvárokat mindjárt megnézzük. Cukormentes gondolom azokat. Na, szóval ez szélnapomra. Jim Beam-es kóla, ez nagyon finom. 1050 forint. Úgyhogy abból vettünk. Lizácska, adj egy picit. Ilyet nem is tudom, ki adok ennek a szülőnapjára, de aztán akkor adok ennek a szülőnapjára vettünk, és nagyon íz lett, úgyhogy ezt elspájzoljuk. Na, anya itt körbenéz, jó? Itt vannak a mindenféle finomságok, kekszek. Csak ez a bolt, ez drágább, mint a másik, ami a másik. Nem kell egyébként kókuszolaj? Nem. Olcsóbb a Lidlében, mi? Van még bontot nálni. Óriás kerék! Nos, mi mára végeztünk a teherdőinkkel, hát igen, a Budapest elévő teherdőinkkel, inkább így mondom. Egyébként Alexel megint Magdika volt, jött 9.30-ra hozzánk, és azóta vele volt, és ő ment az óviba, sőt, ő megy, mert fél háromban. Igen, három, fél négy, bocsánat, fél négy van, igen. Három. Három, negyed, négy. Mindegy. Azért, hogy négykor megy érte az oviba, miért, és akkor majd a Lizát valahol odaadjuk neki, és nem tudom, akkor ez még Ósámba menni. Igen, hétfőn szoktunk menni az Ósámba megnézni. Általában hétfőn szokták az akciós pultot a legjobban feltölteni, és ugye elmondtam nektek korábban, hogy ezek a ilyen light, meg ilyen cukormentes, meg ilyen egészséges életmódos dolgok, azok nagyon-nagyon sokszor le vannak árazva az Osánban, nem veszi a kutya se ennyi pénzért őket ott, vagy máshol keresik, vagy nem tudom, nem esznek az emberkék ilyen luxusnak számító. Mondjuk Norbi Rudi volt legutóbb, ami meg humusz, meg ilyenekre gondolok, hogy drágák azért az Osánban, szóval jól meg kell ezeket nézni, hogy mi hol olcsóbb. És pont azért jöttünk rá az Ázsia Centerbe be is, hogy egyrészt találjunk azokon felül, amik az Aldi, Lidl,
Tesco sávvonalon túl esetleg, de nem találtam szerintem, nem? Úgy plusz dolgot, annyi vagy az Azure Center szerint, csak már kicsit elfáradtunk. Szóval annyiból jó, hogy egy helységemben, ugye mindig azt mondom nektek, hogy egy helységemben van sok kicsi üzlet, és akkor általában amit keresel, azt meg tudod találni így könnyen egy helységben. Szóval, hogyha az egyik üzletben nincs, akkor átmész a következőben, és akkor ott találsz. Mondjuk most pont kerestünk, és egyikben sem találtunk, de a legutolsóban eszembe jutott az, hogy sebességmérő kamerához közeledsz. Még egy üzletet nem néztünk meg, de ott volt a Lizának az Epres csokis tutellaszerűsége, majd megmutatjuk. Azt ő nagyon-nagyon szereti, meg a fiúk, meg a banános csak is hát ugyanebből, úgyhogy azt már szinte sehol nem volt, csak ebben az üzletben, de találtunk végül, szóval kitartással, de bejárva a kis üzleteket, lehet érdekes dolgokat, finomságokat találni. Hát így a cukormentes és gluténmentes vonalon én nem találtam egyébként újdonságot. Az viszont pozitívum volt, hogy minden egyes kicsi boltban úgy voltak, hogy voltak ugye a normál édességek, és mellettük voltak azért ezek a cukormentesek is. Szóval, de szinte mindegyikben volt ilyen tartva, ami pozitív dolog szerintem, hogy mondjuk itt is egy anyuka ugye megy, körbenéz a gyerekeknek valamit húsvétre, vagy meglepítből. Ugye most, hogy Liza ugye ügyes volt a Bány utcában a felmérésen, szóval neki ígértem meglepít, hogy egyébként is a nyugszínak segítséget, és mellette pedig megtaláltam az én számításaimat, szóval azért én is vettem, főleg egyébként a gulonkeksziket, nagyon más, szerintem nincsen a piacon, úgyhogy más cukormentes ilyen, akár joghurttal, akár valami gyümölcsel lehet ilyen borkovit keksz féleség szerintem. Detki van egy-két. Igen, de itt én nem láttam nagyon detkit. Nem. Borkovit kekszféleség, igen, meg általában nápolyi szokott még cukormentes, vagy nyírfacukros lenni egyébként, de úgy nem tudtad, aki most itt tényleg komolyan cukorbeteg, és nem ehetné ezeket az édességeket, viszont édesszájú, eléggé szűk a paletta, szóval én nem tudom, hogy hol lehetne még, ami nem Szafi, meg nem Norbi, meg tudok, nem ezek a high brand izék, amik szort 10 vagy nem tudom, szorosan adnak-e dolgokat, szóval nem tudom, hogy hol lehetne még ezeket nézegetni, szóval nem akarok ilyen nagyobb trendektől venni fehérje porokat, meg ilyen ízéket, én ezeket nem szeretném, hanem tényleg ilyen, például most ilyen valami műzlikét a táskámban, hogyha valahol éppen vagyunk, és akkor valamit így enni kéne, ha nagyon megéhezek, farkaséhes leszek, ugye, hogyha így elmegyünk így több órára, vagy fél napokra valahova, akkor valami legyen nekem, és ugye mindig van nálunk valami kis keksz vagy műzli, akkor most nekem is legyen egy cukormentes ilyen zabszelet itt a táskámban, úgyhogy abban most így választottam kétfélét, úgyhogy így, ja. De bizony, ugye elalszik, ő nagyon elfáradt, én is elfáradtam, Arci is elfáradt, ugye? Ő is elfáradt. Na, úgyhogy pont megyünk most a csúcsforgalomban így át a városon, megyünk haza. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Sziasztok!